Helyzet az, hogy túl sok olyan skin, amely erre a játékra vonatkozott volna, titánokra, mutánsokra, nem nagyon volt, viszont ez nem jelenti azt, hogy nincsenek összefoglalva, hogy milyen bestiák vannak itt. Menjünk be a házba, és nézzünk szét, itt van a nyugalmak zenéje, itt voltunk a skinekkel, és a skinektől balra itt van ez a kemence, vagy a kályha, itt ez kéri a szenet, a fát, a szalmát, viszont amit ő ad nekünk, az a bestia térkép. Itt láthatjuk, hogy milyen bestiák kik voltak, és milyen karakterek vannak a játékban, úgyhogy itt bemutatkoznak az olyanok is, mint például a Grimli, és le vannak írva, hogy mit tudhatunk róluk. Nézzük át őket! Retnition. Cortex őket szabadon hagyta az előző játék óta, és úgy tűnik, hogy vegetáriánusok lettek. Retsicle. Már megismertük a titános játékba, őt nem lehet elvileg betörni, viszont Crashéknek sikerült. Coco. Ő a Bandicoot családnak az agya, okos és cuki. De hogy ott mit csinál a karjával, az egy másik dolog. Nina minyonjai, segédjei vannak itt, akik elárulták őt, és most már az Evil Public School-t irányítják. Itt van a Magmadon, már ismert karakter, nagyon égető, viszkető érzés van nála. TK, egy madonat, új telekinézis titán, ő a mentális erejét használja, és az érdekes kis csőrét. Scorporilla. Itt is megerősítést kapunk, hogy ő egy nőstény, titán és mutáns, úgyhogy ő ugyanolyan erős még mindig. A sivatag, a Wumpa sziget lakói, a Rhino Rollerek. Doom Monkey. Ezek a szolgák embryót szolgálják, és érdekes dolog, hogy ők korábban nem embryót, hanem engine szolgálták. Wumpa sziget tüskés terrorja áll előttünk, Spike. Vad, halálos és irányíthatatlan, viszont nagyon szépséges tollazat, Snipe titán van előttünk. A gonosz szemét feldolgozó, a rakományok, a trutymók, mutymóknak az eredménye a Sludge mutáns. Itt van Crunch, a Bandicoot család következő tagja, erős, gyönyörű, és ő a vezető. Ki nem kedveli Crunchot? Ezt írja a játék. Battler szerintem félelmetesebb lett ebben a játékban, egy szárnyas szolga és egy kis gáz probléma. Ezt írja a játék. Talán mondhatom, hogy a legkirályabb mutáns ebbe a játékba. Idő manipulálás, gyors ütögetés, kombózás, nagyon jó. Érdekes kis karakter, Znu a neve. Hát ő is szolgálja a mesterét, egy érdekes golyóka. Az első játék legelső bossza Yoctopus, ott már megismerkedtünk támadásával és a zenélésével. Itt is szerepel Octopus és a hangszer. Ezek a robotok Slap E névre hallgatnak, viszont náluk van Cortex emléke és személyes problémája is, úgyhogy amiket mondanak, azok érdekesek. Cortex elitje, serege, itt van. Furcsa szaga, stench. És maga Dr. Neo Cortex, amikor a mutagénnel ötvözve lett, Cortexnek a hatalmas elméje, egy, hát nem a gatya van rajta, de nadrág nélküli őrjöngésbe fullad. Ilyesmi videót készítettem a Crash of the Titans-ra is, ami itt lesz, nézzétek meg azt is, jó epizód, megismerjük jól a játékot, ahogy ti szerettétek volna, lesznek itt még dolgok.